ez egy ajándék. Kérjük, hogy elengjenek még a szavazáson, jó? Hol a sejlapok? Semmélyük, hogy még elengjenek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tudom, hogy már a mennyem megyek a... Jó, van. Nagyon örülök neki, úgyhogy jöjjenek el, jó? Jó, köszönöm. És az egyesre? Magyar Nemzeti Tanácsi Választás. 26-án. Maga Kupusz nevű, ugye? Igen. Jó, biztos, hogy ott is fognak kampányolni, de azért mi tűnik is elfogadhatunk. Tehát itt a program, tehát Kucsi napján Magyar Nemzeti Tanácsi Választás lesz. Igen. Hát ezzel hosszú, fontos. Nyitani. Remélem, hogy a következő időszakban, nem holnap, nem holnap után, de rövid időben. És nem is tudom, hogy egyáltalán az önkormányzati területén van-e még olyan iskola, ahol ez a helyzet. De mondom ezt, hogy a de ha jövőre eljövök, akkor fogjanak fülön, hogyha nem tudnék. De mondom, jövő iskolai keretében nagyon remélem, hogy legalább egy részét a tovább. Én is szeretnék szólni pár szót, mert valójában én is a szurványban nőttem föl. Tudjuk a mai világban mind több az, hogy részarányos foglalkoztatás. Tehát, hogy tudjuk a saját anyanyelvünket, befejeztük az egyetemet, akkor tudunk munkát is kapni. Tehát olyan környezetben, ahol megadott számú magyar lakos van, magyar nyelvű, magyar anyanyelvű embereket kell betegyenek a különböző munkahelyekre. Tehát különböző salteroknál, hogy jobbat fordulunk, vagy az orvosoknál például, a nővérek, vagy bárki. Tehát lehet, hogy az idős nő nem tudja a nyelvet beszélni, a környezet nyelvét, de ott leszünk mi, ott lesznek azok a fiatalok, akik befejezték saját anyanyelvükön az oktatást. Nagyon jó az, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak vannak különböző pályázatai. Ezek a pályázatok mi véget fontosak? Elsősorban a kultúrában. Vannak olyan helyek, és már tudjuk, és nem titkoljuk, ahol már nincsenek iskolák. Azokban a helyekben csak is a kultúregyesületek, vagyis az amatőr műkedvelők működnek. Azokat, tehát onnan kezdjük a támogatást, mert az nagyon fontos. Ott tanulják meg a magyar nyelvet, ott tanulják meg a magyar nyelvet, az éneket, a hagyományokat, és így tovább. Viszont a következő lépés az óvoda. Szükségünk van az óvodákra. Szükség van arra, hogy a gyerekeket beiratjuk az óvodákba, és utána indulnak az iskolák. El kell azt mondani, mert nagyon fontos, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak az első és a legfontosabb projektje az, hogy az óvodától az egyetemi. És ennek keretében van egy olyan, amit lehet, hogy maguk nem tudnak, vagy egyesek tudnak csak, a 150 és a 120 euró ösztöndíj, ami az egyetemistákat érinti, erről még nem beszéltünk az egyetemi oktatásról, és ehhez fűzni még, ami a 2015-ös, 16-os évben fog megnyílni, és azt gondolom, hogy a Lementének, mint alapítónak egy nagyon fontos kollégiuma, az Európai Kollégium, ami Újvidéken épül, és 300 magyar egyetemistát vár. Tartományi titkárság, amelynek én az élén vagyok, és amely többek között az oktatással is foglalkozik, de nem csak ezzel, hanem a nemzeti közösségekkel, tehát a kisebbségi nemzeti közösségekkel is. Az egyik legfontosabb céljának épp ezt tartja, tehát hogy a kisebbségi nemzeti közösségek nem csak a magyar, hanem mindegyik ebben a régióban, a Vajdaságban, megőrizze önmagát, önazonosságát, és persze én, mint magyar, és olyan, aki a elsősorban a magyar kisebbség érdekeit tartja szem előtt, és azért harcol,
politikailag és minden más módon. Külön erre ügyelek, és ez a titkárságnak a munkája, kontinuitása évek óta megvan ilyen értelemben. Ennek a titkárságnak az élén mindig a VMS tisztségviselője állt, és jelenleg is ez a helyzet, és gondolom, hogy ezt a pozíciót, ezt a tisztséget meg is fogjuk őrizni a jövőben.